Mama, mesélje csak el, hogy is volt az, amikor egyszer savanyok úton járta? Savanyok úton? Amikor egy éjszaka az egész család egy szobában aludt. És? Tetszik emlékezni. Valamennyien egy szobában aludtak, és a másik fia leselkedett. A szegény Gyuri. Azt maga már nem ismerte? Amikor a mama le akart vetközni, és azt mondta a gyerekeknek, hogy forduljanak a falnak. Mikor is volt az? Nagyon régen. Talán 40 éve megvan. Akkor még egész fiatal asszony lehetett a mama, amikor savanyok úton jártak. Akkor én voltam 36? Olyasféle. Na, hogy is volt azzal a leselkedése? Az úgy volt, de azt én magának már elmeséltem. De ha egyszer nem emlékszem jól. Csak arra emlékszem, hogy este volt, a gyerekek már ágyban feküdtek, és a mama le akart vetközni. Szép asszony lehetett a mama. Igen, nagyon szép voltam. Tudja maga, a gogyetek divatban nagy kalapok, amiket széles fekete pázsom vagy sejemszalaggal le kellett kötni, hogy mondja, az állkapocs alatt. És akkor az én uram adta nekem egy nagyon széles fekete marészalag, és azzal lekötöttem az állkapocsom alatt, akkor mint a Nurfi megfordult utánam az utcán. Nem csak az úrfik, de még az urak is. Hetényi professzor úr is megfordult volna mama után, ha akkor már ismeri. Ugyan. A professzor úr akkor talán még nem is élt. Na, hogy volt tovább, mama? Micsoda? Hát a leselkedés. Tudja maga, hogy ez a főkötő abból a széles fekete szalagból csináltak, amit akkor az én uram adta nekem. Hát ez bársony, mama. Maga meg moár és sejem szalagot kapott. Mindegy. Mindegy. Lehet, hogy az volt bársony. Na. Az lehet. Mit akar maga tudni? Hogyan vetkőzött le savanyúk úton? Az úgy volt, hogy mindenkinek egy szobában kellett aludni, és a gyerekek már az ágyban feküdtek, és én le akartam magamat vetközni. És tudja maga, hogy a hölgyek akkor még médert viseltek? Nagy hosszú médert innét idáig. És azt az én uramnak kellett felfűzni. És én nem akartam, hogy a gyerekek lássák. De én ezt neked már elbeszéltem. De ha nem emlékszem. Azt tudom, hogy azt mondta a gyerekeknek, forduljanak a falnak. Azt mondtam. Na, és akkor a biztonság okából megnézte, hogy a gyerekek megfordultak-e. Igen, ott álltam alsó szoknyában. Tévedés. Nem alsó szoknyában, hanem bugyiban, egy térdig érő csipkés fehér bugyiban. Bugyiban. És a mama, amikor megfordult, azt látta, hogy János becsületesen a fal felé fordult, de a kisebbik fia... A Gyuri legseledett. Legseledett. Gyönyörű göndör fürtjei voltak, és azok között legseledett ki a szobába. És aztán? Mit aztán? Na, mi történt aztán? Nem jól emlékszem. A mama a törölközőt a gyerekágy rácsára borította. Persze, hogy ráborította. És akkor azt látta, hogy a háta mögött Gyuri elhúzza a törölközőt, és kikukkant rajta. Igen, kukkantott. Kukkantott és röhögött. És János? János pedig feküdt a falnak fordulva, és meg sem mozdult szegénk. Mert már akkor is olyan becsületes volt, igaz, mama? Dumi Ganz. Maga azt hiszi, nem látom, hogy jobban emlékszik, mint én. Igenis, már akkor nagyon becsületes volt.